Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója augusztus 30-án csütörtökön. Letartóztatták azt a férfit, aki tönkretette a Mindszenty József szobrot Komáromban. Szokatlanul hosszú ideig volt hőség a nyáron, és először nyert a paraversenyző kategóriájában OB-t a Grabopolasz Győr versenyzője. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. A napokban átvehetik az új bölcsödét a győrűi faluiak. A beruházás csaknem 200 millió forintba került. Két bemutatóval is készül a Győri Balett az új évadra, további 6 darab marad műsoron, és új művészek is csatlakoznak a társulathoz. 3-0-ás vereséget szenvedett a Gyirmolt FC Győr a labdarúgó MB2-ben. A Soroksár vitte el a pontokat az Alkufel stadionból. És néhány napra el kell köszönnünk a napsütéstől, borús idő jön. Adásunk végén mondjuk a részletes időjárás jelentést. Szinte teljesen elkészült, szeptember 4-én pedig a kivitelező át is adja a bölcsödét Győrújfalu önkormányzatának. A bruttó 178 millió forintos állami támogatásból és mintegy 20 millió forintos saját forrásból megvalósuló beruházásban 2 foglalkoztató szobát, vizes blokkokat, teraszokat és gazdasági helységeket alakítottak ki a szakemberek. A tervek szerint a bölcsöde januártól népesülhet be. Az utolsó simításokat végzik a szakemberek, az épületet már sárgára színezték, még egy pár mesefigura is teljesen elkészült Győrújfalu bölcsödéje. Az elmúlt években a lakosság száma 2200-ra duzzadt a településen, sokan költöztek ide, ráadásul nagyon sok kisgyermek született. A piciket a faluból eddig Győrzámolyra hordták át a szülők, így Győrújfalunak nagy szüksége volt már saját bölcsödére, mondja a polgármester. Dinamikusan nő a lakosság számunk, ez magával vonzotta azt, hogy nekünk lépni kell, és valamilyen szinten meg kell oldanunk azt, hogy a családoknak a bölcsődei ehhez biztosított legyen. Ugye jelenleg ez úgy működik, hogy Zámolyon van a közelbe bölcsődei, illetve Győrbe. Bármelyiket választja a szülő, az óriási logisztikai problémát okoz neki. A település vezető híradónknak elmondta, a bölcsőde megépülése nem csak, hogy megkönnyíti majd a szülők dolgát, hanem lehetőséget is biztosít arra, hogy az édesanyák hamarabb visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Ha nincs bölcsőde, akkor nincs más lehetősége, 3 éves kortól viheti óvodába, tehát akkor addig az ideig otthon kellett lennie. Mi ezzel azt szeretnénk elérni, hogy akár már 1/2 éves korába idehozhatja az anyuka a gyereket, és visszamehet a munkaerőpiacra, visszamehet arra a munkahelyére, ahonnét szülési szabadságra, gyeslegyedre eljött. A bölcsiben 2 54 négyzetméteres foglalkoztató szobát alakítottak ki, mindegyik helységből egy közel 30 négyzetméteres fedett teraszra lehet kilépni, a vizes blokkok is elkészültek, az emeleten pedig a gazdasági helységek kapnak majd helyet, az épületből egyébként az óvodába közvetlen lesz az átjárás. Teljes egészében padlófűtés van, a foglalkoztató helységekbe falfűtés is. Ez azt jelenti, hogy padlófűtéssel egy alap 18-19 fokos hőmérsékletet mindenhol tudunk biztosítani, és ki igénye szerint a falfűtéssel akár 1 óra alatt a megfelelő 24-25 fokra fel tudja fűteni a helységet. A bölcsöde bruttó 178 millió forintos állami támogatásból és közel 20 millió forintos saját forrásból épülhetett meg, várhatóan pedig jövő évtől már gyerekzsivajtól lesz hangos az épület. Már lehet használni a szeptemberi bérleteket a buszokon és a vonatokon. Az iskolakezdés miatt az utasok kényelme, a pénztári várakozási idők csökkentése érdekében már érvényesek a dolgozói és tanuló bérletek a helyközi közlekedésben. A kedvezményt az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy hete jelentette be. 4114 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Széchenyi István Egyetemen ebben az évben. Ebben a számban már benne vannak a pótfelvételi eljárásban felvett gólyák is. A hétfői évnyiton átadják a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjakat, a jó tanuló, jó sportoló elismeréseket és sikeres sportolókat is köszöntenek.
Szeptember 15-ig jelentkezhetnek a Széchenyi István Egyetem exekutív képzésére azok a már vezető pozícióban dolgozók, akik tovább bővítenék tudásukat. A gyakorlatorientált képzés 4 fél éves, melynek végén MBA menedzser, illetve szakközgazdász diplomát vehetnek át a hallgatók. 2015-ben indította el először, a Széchenyi István Egyetem pedig azóta minden évben meghirdeti az Executive MBA képzését, amire olyan már vezető pozícióban dolgozók jelentkezhetnek, akik 4 gyakorlatorientált fél éven keresztül szeretnék bővíteni tudásukat, melyeket aztán szakmájukban is kamatoztathatnak. Alapvetően a nagyon minimális, mondjuk, hogy a közös nyelv kialakítása után azt mondjuk, hogy hát vannak esettanulmányok, problémák, illetve aki, ami az igazi izgalom, amikor azt mondjuk egy előadás vagy egy konferencián, hogy na, drága kollégáim, akkor valakit most vesse be azt a problémát, amivel egyébként ő most a munkáján küzd, és próbáljuk közösen megoldani, próbáljuk azokat az ismereteket, amit korábban elméletben megtanultuk, ezeket valahogy alkalmazni, applikálni. A képzés során különböző vállalati környezetből, különböző területeken dolgozó hallgatók találkozhatnak egymással, akik a menedzsment alapok és vezetői készségek elsajátításán, illetve fejlesztésén kívül pénzügyi és értékteremtő folyamatokkal kapcsolatos tárgyakat tanulnak. Minden a képzésen gyakorlatilag piackol érkező gyakorlati szaktudást felmutató kollégákkal tudtunk találkozni és megosztani, ők megosztották velünk a tudásukat. Másik oldalról nagyon fontos volt az, hogy abszolút nem volt homogén az összetétele a hallgatói társaságnak. Jogásztól, közgazdászon át, informatikusig különböző háttérrel érkeztek ide már dolgozó, piaci tapasztalattal bíró hallgatók, és nagyon jó kapcsolat kialakult köztük, illetve az elméleti szaktudás és a gyakorlati tapasztalat egy remek szinergiát alkotott. Ez volt igazából a 2 legfontosabb alappillér, és a 3. pedig az, amikor ezt a gyakorlatban elkezdtük implementálni, akkor folyamatosan segítséget tudtunk kapni mindegymástól, mint tanárainktól. Teljesen érvényesülni tudott végig a 2 év alatt az, hogy aktív, interaktív módszerekkel dolgoztunk az órákon, tehát mindig úgy vártuk ezt a 2 napot, vagy másfél napot, ami így a hét végét így még színesebbé tette, ugyanis nem az elméletre koncentráltunk, hanem inkább csoportban dolgoztunk, véleményt cseréltünk, szimulációs játékban vehettünk részt, vagy akár projekteket csinálhattunk közösen. Az egyetem ősztől induló MBA képzésére szeptember 15-ig lehet jelentkezni. Letartóztatták azt a férfit, aki Komáromban baltával több darabot letört a Jézus Szíve katolikus templom előtt lévő Mindszenty József szoborról, közölte Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Az ügyészség szerint a férfi a szobor megrongálása előtt Komárom belvárosában egy lottozó üvegablakát törte be egy térkő darabbal, majd betonvassal egy családi ház ablakát, redőnyét és párkányát rongálta meg. Az elkövető többszörösen büntetett elő életű. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet az őszi szüreti szezon közelettével a katasztrófa védelem. Azt írják, a balesetek ugyan néhány óvintézkedés betartásával egyszerűen megelőzhetőek, ám mégsem múlik el szinte egyetlen esztendő sem tragédia halálos baleset nélkül. A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag egyszerű széndioxid, ami a gyümölcs erjedése során keletkezik. Önmagában nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt a pincéből, oxigén hiányos állapotot idézhet elő. Ez pedig szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált is okozhat. A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék szellőztetésével, illetve széndioxid érzékelők telepítésével megelőzhetőek. Szokatlanul hosszú ideig volt hőség a nyáron Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb elemzésében kiemeli, hogy még a 70-es évek nyarain még a 10-et sem érte el azoknak a napoknak a száma, amelyeken 30 fok feletti meleg volt, a rekordnak számító 2003-ban 61 napon emelkedett 30 fok fölé a hőmérséklet. Országos átlagban idén nyáron is nagyon magas lesz az úgynevezett hőségnapok száma. Az elmúlt évekkel ellentétben azonban idén nem alakult ki szélsőséges hőhullám, egyetlen napi meleg rekord sem dőlt meg. Magyarországon van a legtöbb parlagfű a világon, szakemberek szerint. Az erősen allergén növény visszaszorítására hozott szigorú szabályozás és büntetés nem hozott eredményt.
A pollenszám idén is jelentősen meghaladja az átlagot. Véleményük szerint parlagfüvet csak átfogó intézkedéssel lehetne visszaszorítani, hiszen nem csak magánkertek, közterek, de állami földterületek is fertőzöttek. Sok jubileummal tarkított évad vár a Győri Balettre. A csütörtöki évadnyitó társulati ülésen az új tagokat is bemutatták, valamint beszámoltak a következő év új bemutatóiról is. Kis János, a társulat igazgatója elmondta, sok külföldi felkérés között is válogathatnak az idei évben is. A 40. évadot nyitották meg a Győri Balett társulatánál. A 2018-19-es időszakra 5 új táncos érkezett az együtteshez, az ünnepségen őket is köszöntötték. A társulat egyébként már augusztus 21-től munkába állt, hiszen szeptemberben több ünnepi fellépést is elvállaltak. Például részt vesznek az Audi Hungária 25. születésnapján is. Erre készül egy új koreográfia, és az ünnep részeként az Audi gyárba lesz bemutatva az egyik csarnokba. Úgyhogy nagyon örülünk, és nagyon nagy szeretettel készülünk. 25 éves lesz a Cardirex, 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap, ami a magyar kultúra legnagyobb támogatója. Ebből az alkalomból a táncművészetet Budapesten, a Művészetek Palotája díszelőadásán a Győri Balett képviseli, ami hát egy óriási megtiszteltetés. Az új évadban 2 új bemutatóval készülnek a táncosok. Az egyik az első világháborút bemutató darab lesz, melyhez külföldi segítség is érkezik a Győri Baletthez. Mindig valamit szeretnénk közölni, tehát vagy az irodalmon keresztül, vagy zeneművészeten keresztül arra gondoltam, hogy az első világháború emlékére tudomásom szerint nem nagyon készült darab. Felkértem egy spanyol koreográfust, egy osztrák díszlettervezőt, hogy készítsünk egy darabot, a címe Sötét csönd. Emellett a Nemzeti Táncszínház avatásán is részt vesz a társulat Budapesten. Erre az alkalomra a Passzázs című mű készül el, Beethoven zenéjére, Velekei László koreografálásával. Egy picit a szimfonikus és a cselekményes balettnek a keveréke lesz, egy rendkívül izgalmas, nagyon sok elemet használó, technikai elemet használó előadás, amiért fontosnak tartom, hogy ebbe az irányba is tudjunk indulni, hiszen a repertoárunkon egy nagyon picit változtattunk el, hisz jövőre elkezdődik a színház felújítása, és a táncosok is jól veszik ezt a kihívást, hogy olyan eszközökkel fogunk táncolni, amely eddig még nem adatott meg nekik. Ettől lesz újdonsága a passzázs. Ezek mellett a társulat idén sem hagyja ki a külföldi fellépéseket, hiszen rengeteg helyre hívják őket. Többek között Marokkóban, Szicíliában és Torinóban is látható lesz egy-egy darabbal a Győri Balett a következő évadban. Rangadót játszotta a Gyirmolt FC Győr a labdarúgó MB2-ben. A forduló előtt az első helyen álló csapat vendége a tabellán 4. soroksár volt. A mérkőzés tétje az volt, hogy a hazaiak maradnak-e a vezető pozícióban és leszakítják a mögöttük lévőket, vagy a soroksár továbbra is meg tud maradni a dobogós helyek valamelyikén. A labdarúgó MB2-es bajnokság 6. fordulójának rangadóját egy Gyirmóton rendezték. A sárgamezes hazaiak a fehérben pályára lépő soroksár együttesét fogadták. A hazaiak ennek megfelelően óriási lendülettel kezdték a találkozót. Az 5. percben Herjecki kap kiugratást és próbál a hosszún érkező Szarka elé tálalni, aki azonban kicsit lemaradt erről a labdáról, a 11. percben pedig jön a válasz, azonban itt az oldalhálóban kötött ki a fejes. Minden esetre az első 10 percben szinte mindkét csapatnak volt már gólszerzési lehetősége. A 13. percben aztán egy baloldali beadás, amit sikerül felszabadítani, de nagyon röviden, és Herjecki az, aki legelőször Kovácsot próbára teszi. Marad a 0-0. A 14. percben aztán jön a következő lehetőség, drobból Strestik lövi el, nem sokat tévedett, Kovácsnak nem kellett hozzáérni a labdához. Egy perccel később jön az újabb hazai helyzet. Nagyon aktívak voltak egyébként a gyirmótiak a mérkőzés legelején. Egy szép csel Heflertől, de nem sikerül Kovácsot ott a rövid oldalon meglepni. Aztán jön egy nagyon szép jelenet. Albert az, aki elindul szinte a saját 16-osától, és egyelőre nem tudják megállítani a gyirmóti védők. Tovább is tudja vinni, be is tudja adni, és meg is érkezik az első gól a találkozón. Kundrák az, aki a második gólját szerzi,
Tavaly 2 gólos volt az MB2-ben, idén is már a másodiknál tart. Az érdem azonban Alberté is, hiszen nagyon nagy szólót mutatott be a gól előtt. A 23. percben tehát már vezet a Soroksár, most a 35-ben járunk. Egy bedobás után Huszák kapja meg nagyon messze a labdát, a kaputól 30-ról ellövi, és a kapufáról befele pattan a labda, ezzel már 2-0. Ez az első gólja idén, tavaly is gólt lőtt mindkét gyirmóti mérkőzésen, otthon is és idegenben is, most is folytatja ezt a szériáját. A 2-0 után pedig tovább rohamoz. A gyirmóti együttes a 40. percben jön a következő lehetőség. Ismét Herjecki Kristóf, aki próbára teszi Kovácsot, de még kipattanó sincsen ebből a lövésből. A második félidőben jön az első gyirmóti szöglet, Varga fejeli kapura, ez azonban nem volt veszélyes. Aztán az 50. percben egy labdaszerzés, a félidőben beállt Volent lódul meg, és próbálkozik jó 25-ről ellőni. Kovács azonban az alsó sarokból kiüti a labdát. Az 55. percben egy újabb szabadrúgás oldalról sikerül felszabadítani, mint mindig, Présinger lövésére pedig úszik a kapus, de nem kell hozzáérni. Jön az 56. perc, egy nagy küzdelem. Ott a szögletzászlónál aztán valahogy középre kerül a labda, és jön egy nagy lövés, és Rusáknak kell bemutatni, hogy bizony ő is tud védeni, ezzel még meccsben tartja saját csapatát. Fölélénkült azonban a Soroksár is ilyenkor, és egy újabb helyzetet láthatunk, egy újabb levágódó lövés, amit nem sikerül megszerezni a védőknek, a visszagurított labdát pedig Bor lövi mellé fölé, maradt át a 2-0 a vendégeknek. A 72. percben járunk, Nagy Patrik szerez meg egy kipattanó labdát, aztán nem passzol, hanem csinál egy cselt, aztán még egy cselt, ellövi, ebben a lövésben azonban már sok erő nem maradt, nem sikerült szépíteni. A 74. percben egy gólszerzési lehetőség egy szögletből, aztán most sikerül nagyon felszabadítani, és egy icipici szerencsével tovább is megy a labda. Jöhet tehát a Soroksári kontra, Szilvási hiába fut vissza, nem bír Orosszal, Orosz Márk pedig az első és a második forduló után a 6. fordulóban is gólt szerez, és amikor ő gólt szerez, akkor a csapat nyer, és ezt itt is már ki lehet jelenteni, hogy bizony a 74. percben 0-3-nál nagy az esélye, hogy ezt a mérkőzést is behúzza a Soroksár. Mégpedig azért is, mert több gól nem született a találkozón, Nagy Patrik is próbálkozott még egy lövéssel, hogy hát ha sikerül, illetve Heffler szabadrúgása is még egy esély volt a szépítésre, azonban ez is elkerülte Kovács kapuját, így maradt a végeredmény 0-3, győzött a Soroksár, és ezzel a 3 ponttal az első helyet át is vették a tabellán, a gyirmót pedig visszacsúszott a 2. helyre, így tényleg mondhatni, hogy igazi rangadót láthatott a gyirmóti közönség. A hétközi forduló teljes volt a labdarúgó MB2-ben, vagyis minden csapat pályára lépett. A Moson-Magyaróvár 1-1-es döntetlent játszott hazai környezetben a Váccal. A Dorog pedig nagyon magabiztos 4-1-es győzelmet aratott Kazincbarcikán. Némileg meglepő vereségbe szaladt bele az Eto FC Győr, hiszen a forduló előtt nyeretlen Siófok otthonában maradt alul 2-1-re. Ahogy az összefoglalóban is láthatták, a gyirmót hazai környezetben 3-0-ra kapott ki a Soroksártól. Sporttörténeti győri siker a kajakkenu magyar bajnokságon. A Grapaplasz Győr először nyert a paraversenyző kategóriájában. Szomszéd Máté a kenusok mezőnyében egyedüliként teljesítette 1 percen belül a 200 méteres távot, így ahogy a klub, ő is élete első felnőtt magyar bajnoki címét szerezte. A kajakosoknál induló Török Dávid is élete legjobbját ért el, ő ezüstérmes lett ugyancsak 200 méteren. Az OB szerdán kezdődött Szolnokon, és péntek délutánig tart. A napokban átvehetik az új bölcsödét a győrújfaluiak. A beruházás csaknem 200 millió forintba került. 2 bemutatóval is készül a Győri Balett az új évadra, további 6 darab marad műsoron, és új művészek is csatlakoznak a társulathoz. 3-0-ás vereséget szenvedett a Gyirmolt FC Győr a labdarúgó MB2-ben. A Soroksár vitte el a pontokat az Alkufer stadionból.
Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes azonban borult lesz a péntek az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Pénteken a nap elején még alig lesz felhő az égen, hajnalban 17, reggel pedig 24 fokot mutatnak majd a hőmérők. Aztán gyülekezik a légréteg a délutáni órákra pénteken, a maximum értékek 24-25 fok környékén várhatók, csapadék viszont továbbra sem lesz a prognózisok szerint. Péntek estére még felhősebb lesz az idő, előfordulhat igaz elszórtan csapadék, erre 50% az esély, az éjszakai órákban 17, este pedig 20 fokot mutatnak a hőmérők. Aztán a folytatásban is lesznek felhők északnyugaton, a hosszú távú előrejelzések szerint csapadék is előfordulhat. Szombaton a felhős időben elsősorban a reggeli órákban eshet az eső, éjjel és hajnalban 17, napközben pedig 25 fokra kell számítani. A vasárnap már napsütéssel érkezik a térségbe, reggel és este 18, napközben pedig 27 fokkal. A hétfő viszont változóan felhősen alakul majd, a reggeli és az esti órákban 17 fokot, napközben pedig 24 fokot mérhetünk majd, csapadékra is számítani kell. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió híradóját látták augusztus 30-án csütörtökön. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!